Idén Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész volt az egyik díjazott a Vármegyei Príma gálán. Bíró Lajos szerint az övé egy egyenes pálya volt. Mindig azt a feladatot, tulajdonképpen a szobrásznak az a jó, ha van feladat. És hogy egy feladatba bele tudja magát élni, az a természetes szerintem. És én, ha kapok egy feladatot, akkor abba megpróbálom beleélni magamat. Orendi Mihály életét áthatotta a sport iránti szeretete. Világ és nemzetközi sikerek fűződnek a nevéhez, nagy szerepet játszott az ország egyik legszebb atlétikai centrumának létrejöttében itt Nyíregyházán. Ahogy ő fogalmaz, megkapta azt az elismerést, ami számára talán a lehető legtöbbet ér. Azért, mert ez egy megyei elismerés, és én a pályámnak, meg születésemtől számítva az iskolai tevékenységemet is a megyében végeztem, hisz az általános és középiskoláimat Mátészalkán végeztem, a pályámat, a pályakezdésemet Újfehértón szintén, és hát a munkás éveimnek egy jelentős része pedig itt Nyíregyházán. A megyei Príma díjasok között tudhatjuk a 2023-as évtől a méltán világhírű Kántemusz kórust is, akik a gála zárásaként produkcióval örvendeztették meg a közönséget. Az elmúlt években a vállalkozásoknak is folytonos újratervezésről kellett tanúbizonyságot tenni, sok esetben erőn felül teljesítve őrzik a munkahelyeket, az általuk teremtett értékeket. A 2023-as év vármegyei vállalkozója elismeréseket Eppel János, a VOSZ elnöke, és Szomba Csaba, a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének elnöke adta át. A vállalkozók helyzete sosem volt könnyű, az elmúlt 3-4 év olyan változásokat hozott, ami különösen próbára tette az egész magyar társadalmat, de különösen a vállalkozókat. Azon a vállalkozóinknak már van azért tapasztalata, rutinja, hogy kezeljék, de nagyon fontos, hogy nem hagyjuk magukra őket ebben a nehéz helyzetben sem, mint ahogy egyébként sem. És közösségben megszervezzük azt, hogy a vállalkozók ne érezzék magukat egyedül, és biztosítunk forrásokat, biztosítunk támogatást, tanácsadást, amivel segítünk a nehéz időszakot áthidalni, és ez úgy tűnik, hogy működik. A VOSZ ezt 35 éve műveli, és azt gondolom, hogy egyre jobb színvonalon. Szomba Csaba, a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének elnöke elmondta, hogy a gála történetében idén érkezett a legtöbb jelölés. A kuratóriumnak rendkívül nehéz dolga volt már az első körös választásnál is. Fantasztikus érzelmek kavarognak bennem. Ebben az évben volt talán a történetünkben a legtöbb jelölt. Közel 50 jelöltet kaptunk, és nagyon nehéz volt a döntés, és volt olyan kategória, ahol 7 jelöltünk volt. A kuratóriumnak ugyancsak főtt a feje, hogy ki legyen az a 10, aki ide kerül majd itt a színpadra, és akik közül a másik, amíg nehezebb volt, ki kellett választani, kik kapnak Príma díjat és külön díjat. Mindenki, akit jelöltünk, azt hiszem, hogy akik látják ezt a műsort, azt mondják ők is, hogy megérdemelte volna a Príma díjat. A bőség zavarával küzdködtünk és küzdködünk. Hál' Istennek, ahogy a beszédemben is mondtam, ez a megye rengeteg tehetséget adott, és nem csak a megyének, hanem az országnak, sőt a nagyvilágnak is. Példaképek előttünk, el kell, hogy ismerjük a munkásságukat, a tevékenységüket. A másik 7 jelölt sem tért haza üres kézzel, őket külön díjakkal jutalmazták az est folyamán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés külön díját Sesták Oszkár elnök adta át. Látjuk őket a hétköznapokban is, és örülünk nekik, de ilyen módon kiemelve, piedesztára emelve, kisfilmmel, ilyen fantasztikus környezetben, ilyen művészi körítéssel, zeneszámokkal, énekkarral megemelkednek ilyenkor a díjazottak is egy picit, azt gondolom. És hát ez köszönet érte a vállalkozóknak, a VOSZ-nak, aki ezt a díjat kitalálta, Demján Sándor emlékének, egy nagyszerű kezdeményezés, egymásra talál a érték, a teljesítmény, akár gazdasági, akár kulturális, és örülünk egymásnak. Demján Sándor hagyatéka az, ha úgy tetszik, hogy évről évre megrendezik a 10 kiválóság ünnepét. Idén a Magyar Színház film és táncművészet jelöltje Tóth Károly, a Magyar Tudomány jelöltje professzor Szép Tibor, a Magyar Oktatás és Köznevelés jelöltje Huszárné Kádár Ibolya, a Magyar Építészet jelöltje Vég József, a Magyar Ismeretterjesztés és Média jelöltje Tarci Gyula, a Magyar Népművészet és Közművelődés jelöltje Sánta Miklós volt.